Üdvözlök mindenkit, Nekrokrém vagyok, jöjjön, kértétek Warframe Nix 2020-ban. Lássuk csak! Aha, igen, ö, hát egy kicsit régóta csináltam egy utolsó Nix videót, úgyhogy az illető, aki kértek, köszönöm szépen. Tényleg lehetséges, hogy ideje volt egy Nix bemutatónak. Amikor azt a Nix bemutatót csináltam, talán egy olyan 3-4 hónapja játszottam még csak a Warframe-mel, és más volt akkoriban a Warframe, mondhatni így, és a Nixnek szerepe volt. Akkoriban a Warframe-nek a Nix egy olyan karakter volt, amit specifikus feladatokra vittél el, és azokon feladatokon szinte hogy csak ő volt az egyik legmegfelelőbb arra az adott feladatra. Nixnek például egy nagyon, nagyon sokáig stabil helye volt a rédeken. Stabil helye volt mindenhol, ahol a crowd controlról lehetett szó, szóval kivéve, hogyha xp zésről mert, mert bosszú, mindegy. Az a lényeg, hogy XP-zi nem volt jó Nixet vinni. Most se jó, tehát, hogyha XP-zni akarnak a haveréd, ne vigyél egy Nixet, ha nem nix hanem akarsz velük kibaszni. <laughs> <laughs> Úgyhogy, ja. Szóval, a Nixnek helye volt régen. És nem csodálom, hogy az illető írt arról, hogy mi a helyzet mostanában a nix és hogy csinál neked róla egy új videót, mert a Nix most már be kell bizonyítsa, hogy ér valamit a többi Warframe között, a sokkal erősebbek között, a jobbak között. Be kell bizonyítania, hogy jobb, csapatban, hogy jobb szólóban, és mikor megkérdezik valaki tőled, hogy jobban X, mint a többi, természetesen a helyből rávágott, hogy nem. senki nem használja a nix -et. A Nix, hölgyeim és uraim, az a karakter, amiben minden képességében nerf van, és most nem viccelek, minden -e képességében -e valamiféle nerf van. Oké. Okay. Egyes képesség átveszi az ellenfél fölött az irányítást. Haszlaveltetlen, az, irányít, az ellenfél, akit átveszi az irányítás, értett harcol, de a damage-e lószar. Fel lehet húzni a damage de ki foglalkozik vele, a csata közepette. Oké. Okay. Kettes képessége, Psychic bols, leveszi az enemy armort, de nem automatikusan. Ha elkapcsolod, nem lövi automatikusan enemire, hanem random kilő 6 kemény, hat darab ilyen pszichés tüskét, ami ha szerencséd van, eltalálja az enemit, és természetesen nem megy falakon keresztül. Miért menne egy pszichés karakternek, miért mennének falakon keresztül képessége, ugye? Um, de ha eltalálja az enemit, akkor elviszi az armóriát. Abból sem túl sokat. 6 -e? darab. 6 darab. És ez standard, ezt nem növeli semmiféle mód. Hármas képessége, nix ereje. Mindene az egyik legjobb képesség. De természetesen az is nörfölve van. Tudjátok, hogy ha túl közel mész az ellenfélhez, akkor észrevezés elkezd rád lőni. Ha magas szinteken vagy, ez a képesség majd, hogy nem ez is hasznaváltatlanné válik, mert hogy mindenki rád fog lőni. Mert a Warframe úgy van tervezve, hogy ne, hogy elmenj véletlenül is nagyon hosszú ideig a Survivor-be, <kül> és, és valamit csináljál ott, mert a random ki akar a játék kényszeríteni. Az a lényeg, hogyha csak nem metázol, a játék ki fog kényszeríteni. Uh, ulti képesség. Abban is van nerf. Ha hiszitek, hanem. nem. Az első nörfet akkor kapta meg, amikor az energiafogyasztás arányosan megnőtt azzal, hogy mennyi sebzés nyelsz el. Mert régen az ultiát fenn lehetett tartani, úristen, nagyon hosszú idő, fél óráig is, hogyha úgy esett, az fent tarthattak. Aztán ez nem volt túl jó, és akkor minél több damage-et nyelsz annál több energiát fogyasztasz, minél hosszabb ideig vagy ultiban, annál több energiát fogyasztaszra választották. Na de, na de, hogy még jobban le legyen ez nörfölve, az Eximus, Eximus unitok, amelyik szívják az energiát, ulti közben is képesek elszívni az energiát. Anyád. Na, no, de én Nixnek Egyetlen egy erőssége van, és én erre az egy erősségre építettem ebben a videóban, amit láttok. Egyetlen egy erőssége van, és szerettem volna nektek bebizonyítani ezzel a videóval, és hogyha nem haragszatok, hogy csak két órát mentem egy survivalon, mert biztosan lesz, aki ebbe is beleköt. Szóval az egyetlen egy erősségét szerettem volna kiemelni Nixnek, és hogy azt hogyan búszoljam és hogyan támogassam ki ezt fegyverekkel, és tudjátok mi a legvégső véleményem? Fingom sincs, hogy működött -e. <laughs> Ez a legnagyobb. Fingom sincs, hogy működött -e. Hogy fog, megmutatom a modolást, és szerintem, ha bármi más beleraktam volna a mixbe, amíg megvan a standard vitality, a standard overextended, ebbe a, és a flow és continuity ebbe a karakterbe, a többi mod mindegy, hogy mit raksz bele. Na de beszéljünk arról az egyetlen pozitívumáról a Nixnek, ami van. És az pedig a e, passzív képessége. A passzív képessége a Nixnek az enemi 20% kevesebb eséllyel fog eltalálni. Úgy döntöttem, hogy én erre építek. A 20% esély, hogy kevesebben eltalálj, az fokozza a harmadik képesség, még, még kevésbé találnak el, amit fokoz a fegyverekben található um, blast damage, és a további fegyverekben található a radiation damage. Ezért nem sebez akkor át a kuva bramma, mint amekkorát elvárnátok. Ezek en enemik ellen, mert blast és radiation damage volt. Egyedül a hunter munition a kuva volt az, ami valódi damage-et de a blast és a radiation feladata az volt, hogy továbbiakban csökkentse a Nixnek azt azon esélyét, hogy eltalálják az enemik. Mm. Szóval, ez volt az alapötlet. Beraktam uh, még két modot, az egyik ugye az Aviator, ami, hogyha levegőben vagy, kevesebbszer találnak el, Beraktam továbbá még azt az Exilus modot, meg megmondom most a nevét, de látni fogjátok a modolásban, ami evasion ad, vagyis kikerül a dagolyókat magyarul, és ugyanúgy működik továbbá, mint az Aviator, kevesek damage kapsz, hogyha levegőben vagy. Megfokoztam, ha emlékeztek az Arkane triker is videómra, megfokoztam egy Arkane trikerével és a Skagyatival, hogy túlélés túlélésebb el legyek. Tehát láthatatlanságba ki fog lelőni. Na most, kedves hölgyém és uraim, nem tagadom, meghaltam mind a hányszor, nem fogjátok látni az összes halált, de az utolsó, valószínűleg igen, benne lesz a videóban. Meghaltam végig, tehát le lement az az öt élet, hat élet, amit az árkénekkel együtt biztosított, de egyik halál sem azért történt, mert hogy az enemy Frankon direkt teli belőtt. Az első halálom azért volt, mert túl közel mentem egy Eximushoz megégetett, és meghaltam. A második halálomat épészen nem bírtam felfogni, valami történt, és meghaltam. Harmadik halálom dettó, negyedik halálom dettó, utolsó halálomat akárhányszor lassítjátok le, se fogjátok tudni megmondani, mitől haltam meg. Azt, a, tehát a játék olyan, hogy ki akar kényszeríteni, és bár volt shield -gating, de nem tudtam olyan gyorsan reagálni arra, mert instant levitte az életemet. Nem beszélve arról, hogy <coughs> hogy még tovább fokozzam Amazon képességét Nixnek, hogy ne találják el az enemit, szentineleket használtam. Nem is egyet, ahányat csak tudtam, mert a szentinelek elterelik rólad a figyelmet. És az egyik szentinel, ami volt, ezek között a Visp volt. Na most a Visp, volt eleve radiation, de a Visp épp akkor lerakott nekem egy élettöltő képességet, ugye az egyes képességet, tehát 1000 plusz életem volt, <coughs> És hogyha sebződöm, ugyebár akkor töltődik vissza az életem. Na most instant eltűnt az életem. Tehát esély nem volt, reakcióidőm nem volt arra, hogy, hogy valami történt. Tehát a shield gating bim megvolt, és az élet bim eltűnt utána hogy működött-e a bildem? Olyan triviális bild, hogy az egész, tett, igazából csak arra akartam fókuszálni, hogy evasion, arra fókuszálni, hogy elkerülés, hármas képesség, a fegyvereket akaré bildeltem. A legerősebb fegyverem a Skelti volt, ugye ugyebár, és azzal daráltam az enemiket. Tehát 400 es enemikig jutottam, és azzal daráltam az enemiket. Ez szóló. Csapatban a Nix megállíthatatlan. Tehát ha van körülött egy csapat, és, mi, és, és, körülöttem ott voltak a szentinelek, csak botok, de már az is brutálisan segített a Nixnek. És a Nix, Nixet felhasználhatja egy csapat, mert csapat tökéletes crowd controlra mondjuk egy ilyen setup amit én itt csináltam. Értitek? Tehát? Az lenne, hogy te rásegítesz a Crowd Controlla azzal, hogy az enemy ne találja el a csapatodat, összezavard össze össze őket, és stb. és a többi, de te a háttérben maradsz. Én itt aktívan játszottam. Még az se volt, hogy nagyon beálltam valahova kempelni. Egyszer-kétszer találtam egy két jó kemp helyet, Szednám voltam a Fisher Alerten. Szóval, ha, ha azt mondjátok, hogy én nem vagy motra mentem, akkor szerintem egy szedne Fisher Alert az felér egy mottal. Gyakorlatilag, mert nullifire-ek tömkelegével jöttek, de olyan sokan egy adott ponton, hogy 3-4 nullifire spawnolt le a játék egymás után és ahogy haladtam át szinteken, úgy alkalmazkodtam a játékhoz. Eleinte csak lövöldöztem természetesen, egy adott ponton trikeriztem, egy adott ponton már elkezdtem tenózni. A vége felé már elkezdtem elképesztő módon tenózni, és magus lockdownnal összehúzni az enemiket felém, és lekötni őket, és a végig menni, mert azzal tudtam elég gyorsan ölni, ahhoz, hogy fent tudjam tartani valamennyire a live supportot a Nix-et egyszerű és nem egyszerű bemodolni, de nem egyszerű vele játszani. Azon játékosok fognak jól ját jó játszani a nix akik értik, hogy a Warframe az nem csak jó módolásból áll, a Warframe mozgásból áll, mozgás kultúrából áll, gyors reakcióidőből, gyors hozatél mechanizmusból és gyors alkalmazkodáshoz, a a különböző helyzetekhez. Minden szinten, nehézségi szinten érsz el a Warframe-ben más és más taktikát kell alkalmaz. Röhelyes amúgy, de az egyik halálom az Trigger-inek. Trickerinek. Trickeri bekapcsolások közben történt. Nem tudom, hogy hogy. Láthatatlan voltam, valami random eltalált, és meghaltam. A Warframe ilyen, a random eltalál. Ez, ez, ez van. De úgy érzem, hogy ezzel a modolással, amíg az kiáti ki nem futott volna a demisből, már pedig egy hamar nem futott volna ki a demisből, 400 fölé is nyugodtan mehettem volna, de remélem, hogy sokatoknak <coughs> sokatoknak bőven elegendő a két orosz faszom Survivor, de akinek nem, mint az egyik ismerősömnek, ők 7 óráig mentek survivor mert hogy miért ne. Um, szóval így állunk. A Nix erős, ha tudsz Hogy milyen modolást csinálsz? Én őszintén nem tudom eldönteni, hogy működött a modolásom. Nem ugrálgattam sokat a levegőben, de ha ugráltam volna, akkor hasznát vettem volna a két modnak. Arkin Trickery-nek használt vettem, amikor ordítóan szükség volt rá. Az ultit bekapcsolhattam volna, mert ott volt az augment mod, amivel sétálni tudok ulti közben, de nem érte volna meg, mert eltűnt az energiám. Akármennyire volt egy árkin Energize, a modalásomba energiával nem tudtam feltartani, mert a játék olyan szinten dobálta rám az Eximusokat, hogy az energiám egyik pillanatra másikra tűnt el. De mégis, mégis el lehet menni vele két óráig. Ilyen módszerrel, amit itt láthattok a videóban. De minden adott szituációhoz más vagy taktikát kellett alkalmazzak. És hogy működött-e valójában? Tehát azt kell mondjam, a Radiation és a Blast Damage talán a legszörnyűbb damage most a, most a warframe -ben. De lehet, hogy működött. A Nixnek nek a passzív képességével, a hármas képességével, a szentinelekkel, amiket ledobtam magam köré, és, és, és a két móddal, amikor épp levegőbe voltam, lehetséges, hogy működött. Standard modolása a Nixnek nek és uraim, overextended, flow, continuity, vitality. Ezek legyenek benne. A többi? Azt raksz vele, amit akarsz. Én enemi radart azért raktam auromodnak, egyszerűen csak lássam, hol az enemi, és hányan vannak körülöttem, hogy mikor kell újra kapcsoljam a hármas képességet. Hogy mikor már egyszer látom a radar, hogy többen gyűltek, akkor mindig újra elkapcsolta a hármas képességet, hogy be tudja közéjük menni nyugodtan, le tudja őket esetleg kardozni, vagy távolról éppen lekuvobrammázni, összezavarni őket még jobban. Ha lett volna egy csapat mellettem, végtelen időkig megyünk. Mert a Nix ilyen. Nix-el behúzott egy sarokba kempel, és onnan kapcsolgatod a csapatodnak a hármas, ők végzik a többit. De, amint látjátok, szólóban is Nix az Nix. Lehet vele lehet vele, de őszintén mondom neked, tudnod kell warframe Nem egy inarosz, nem egy nidus, nem egy visp, nem egy oktávia, nincsenek neki bónuszai, és minden képességében nerf van, mint ahogy mondtam. Semmi bónusza nincs. És semmi fegyverszinergy, szinte semmi, hát semmi, nem képes, csak a kettes képességével lehet neki használni fegyverszinergyt, de a kettes képessége haszna vehetetlen így aztán semmi fegyver synergy, és egyedül önmagára a saját fegyverek erejére, hogyha full damage fegyverekkel mentem volna egy wireless slashes kuva brommával, akkor csak gyorsabban öltem volna, lehet, hogy az is működött, de akkor lehet, hogy gyakrabban találtak volna el az enemik. Ne haragudjatok, azt van, nem volt türelmem kitesztelni, és még, még, egyszer elmenni addig a szintig, és kitesztelni, hogy, 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 ez működik-e. De annyi biztos, ha tudsz warframe akkor mindegy, milyen modalást csinálsz. Nem tudom eldönteni, hogy ez a röhelyes modalás, amit csináltam, és ami arra alapoz, hogy, hogy kikerülje az ember a golyókat, ami, e, e, ami mögött ez volt, ez az alapötlet volt, hogy ez valóban, valójában egy jó elképzelés, és emiatt jó modellás is működött az ötlet, hogy, hogy bless damage, hogy, hogy radiation is, hogy ez működött ez a dolog, vagy egyáltalán nem működött, csak valami, vagy csak tudok játszani warframe el értitek, amit mondok? Tehát már, hogy annyi ideje ugrabugrálok ebbe a játékba, megszoktam a mozgáskultúrát, spont, blablabla, bla, bla, -bla. Öm, hogy, 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 természettől fogóan a legbutább modolással is, vagy annyira egyszerű lett már a játék, értitek, hát, hogy a legbutább modolással is az ember két órás szörvajvöröket megy. Szólóban. Értitek? Tehát, uh, mert ugye manapság már az a divat defenzen, hogy mész és ivarázol, és akkor mindegy, hogy meddig mész, mert végtelenségig fogsz tudni menni a bramával és az ivarával. Um, í így állunk most. Nem tudni, nem tudom, hogy működött a modalás, de ha nem működött, akkor csak bizonyíték arra, hogy a Warframe az butobiztos játék uh, lett. Ha pedig a mondalásnak köszönhetően és a fegyverek működésének köszönhetően tudtam eddig eljutni, akkor ez egy brilliáns ötlet részemről, hogy a Nix-et evasion-re és arra, arra bildelni, hogy az enemik ne találják el, és ezáltal segítsd a csapatot, mert Nix csapatjátékos, nem, szó, nem szólójátékos, hogyha, hogyha ez így van, úgyhogy... Srácok, én mindenképp egyszer kipróbálom ezt egy csapat szinten, ha egyszer pff, eljutok oda a csapattal, hogy elmegyünk egy hosszú survivor valamire, akkor vissza van Nix-et, és ha beállunk ilyen kempelősre, nekrosszal, valamivel, a Nix lesz a tökéletes védelem, crowd control című történet, és már csak egy damage Warframe kell mellé, de, vagy demis fegyverek, és a Nix intézi a crowd control és azt, hogy az enemik ne találják el a társakat, és a többi. Úgyhogy én, tehát ez, ez a karakter, én, én nem mondom, hogy OP, csak a felhasználó kezében lesz OP. Szóval, jó nagyon függ a játékostól. Ennyi lett volna ez a videó, srácok, jó hosszúra sikerült az Isten Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, iratkozz fel, csengőjelecskére nyomjál rá, hogy értesítést kapja a videókról, Discord a videó leírásában megtaláltuk, csatlakozz a klámba, mégpedig úgy, hogy beelősz a játékban, vagy a linkre kattintasz a videó felírás, uh, leírásában. Nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!